Sok szeretettel köszöntök mindenkit. A téma e-mail archiválás. A kezdődíja képen ellentétben nem arról a fajta archiválásról be fogok beszélni, amelyet aztán el kell égetni olvasás után, vagy pedig a szemetes kosárba kell dobni olvasás után. Egy másfajta e-mail archiválás lesz majd. Hogy mi ez az e-mail archiválás? Nem feltétlenül egyértelmű ez mindenki számára. Amikor ez a projekt a publikus vélemény elé került, akkor kaptam is egy ilyen kicsit arcoskodó kérdést, hogy hát melyik az a rendszergazda, aki nem tud e-maileket archiválni a már meglévő eszközökkel, és hát kaptam is, mert segítőkész volt az illető egy ilyen Let me Google that for you pár linket, amelyeket megnézve főleg inkább ilyen kliens oldali e-mail archiválásról szóltak ezek a linkek. Én azonban egy másik fajta projektben utazom, a szerver oldali e-mail archiválásban, ami egy kicsit más fajta, mint amit az illető gondolt. Egy pár szót először arról, hogy miért érdemes archiválni az e-maileket. Első legfontosabb oknak talán azt lehetne mondani, hogy azért, mert egy átlagos vállalatnak a tudásának a 70-80%-a az e-mailekben található. Ha pedig engedjük, hogy az e-mailekből veszítsünk, akkor a vállalat pedig veszít a tudásából, tehát érdemes megakadályozni az e-mailek elvesztését. Egy másik oka az archiválásnak az, hogy főleg Nyugat-Európában, illetve Amerikában vannak ezek a 3-4-5 betűs rövidítések, amelyek az ottani különböző iparágakra vonatkoznak, és ezt elő van írva, hogy mondjuk egy pénzügyi szolgáltatónak milyen hosszú időtartamra kell megőrizni az e-maileket. Magyarországon még az év elején legalábbis nem volt a PSZF-nek például egy ilyen ajánlása a magyarországi pénzintézetek felé, ami kifejezetten az e-mailek archiválásáról szól, hanem csak általában beszélnek a dokumentum kezelésről, de várható, hogy amint a nyugati világban már vannak ilyen ajánlások, szabályozások, várható, hogy Magyarországon is előbb-utóbb lesznek ilyenek, és a boldog az az ember, aki ezt már felkészülten várja. Következő oka annak, hogy érdemes archiválni az e-maileket, az, hogy 2 évvel ezelőtt Észak-Amerikában ennek az e-discovery-nek, mindjárt mondom mi ez, az éves költsége egy irtózatos 80 milliárd dolláros összeg volt. De mi ez az e-discovery? Főleg Amerikában divat az, hogy a cégek ha kell, ha nem, perlik egymást, és ilyenkor bevett gyakorlat, hogy a két cégnek a jogászai kikérik egymástól, mondjuk a problémás ügyel kapcsolatos összes dokumentumot, különösen is az e-maileket. És hát előfordul az, hogy mondjuk évekre visszamenőleg. És mi szokott ilyenkor általában történni? Hát szól a jogi osztály, hogy a rendszergazdáknak, hogy hát kéne akkor, mit tudom én, a 5 évvel ezelőtt e-mail bányásztattak elő, ami ezzel az üggyel kapcsolatos, és hát akkor fogják szegény rendszergazdák a szalagokat, elbaktadnak a gépterembe, vagy ahol önszik a páncélszekrénybe a szalagokat, betöltik egy mail szerverre, és hát ízes kérdése, hogy greppelnek, meg mit tudom én, Notepad, mi az vicc volt. Szóval valahogy próbálják elővadászni a kérdéses e-maileket, és hát ez azért eléggé emberi erőforrás igényes, és ezért is ez az írtózatos költség. Azonban egy jó archiválási megoldás ezt a költséget és az időt is egyúttal lényegesen le tudja rövidíteni. Tehát ez is egy érv, hogy miért érdemes archiválni az e-maileket. Ez a tojásból, kosárból kieső törő tojások, ez azt akarná jelképezni, hogy egy archiváló megoldás védelmet nyújt az e-mailek elvesztés ellen, mégpedig oly módon, hogyha az elsődleges mail szerverrel valami hardware-hiba például történik, vagy mondjuk vírus okoz valami galibát, akkor is egy másolat minden levélről van az archiváló gépen, és így mégiscsak megvan az összes levelünk. Tehát ez is egy érv amellett, hogy érdemes archiválni az e-maileket. Magyarországon még nem hiszem, hogy volt erre példa vagy precedens, de előfordult már olyan eset, amikor egy e-mail perdöntő volt egy bírósági tárgyaláson. Most persze mondhatjátok azt, hogy és hogyha nincs e-mail, akkor mi van? Ez sem feltétlen kedvez az érintett félnek. Volt egy eset, egy svájci bank volt a alperes, és az egyik ex-munkavállalója az a felperes, aki arra hivatkozott a bíróság előtt, hogy valamilyen diszkrimináció miatt nem léptették elő. És akkor tessék bizonyítani. És mondta az illető hölgy, hogy valami e-mailben volt valami levelezés. És akkor kérték a banktól, hogy akkor nézzük meg azt a levelezést. És azt mondta a bank, hogy hát nem is volt ilyen levelezés, de a bíróság a körülményeket mérlegelve arra következtetésre jutott, hogy kellett, hogy legyen egy ilyen e-mail, és a bank valószínűleg bizonyítékokat akart eltörölni, titkolni, stb., és egy szép szankció lett a vége. Hogy magyarázom ezt az ábrát el?
a 13-as számú fiatalember, ő a mailszerver. Fölötte a 0-0-ás versenyző, ő a sok évnyi, sok dolgozónak a sok gigabátnyi mailboxa, és hát nem tudom, látjátok-e távol az arckifejezését, eléggé szenved, eléggé izzad. De kik vannak még a képen? Itt 21, 16, 23, 64, 24-es versenyzők, ők a 2012-es, 11-es, 10-es és így tovább éveknek a mailboxai. Hát ők azért lényegesen karcsúbbak, mint az összes évnek a rengeteg mailboxa. Hát ha én mailszerver lennék, inkább egy év mailboxát választanám. Tehát a lényeg ebből az, hogy ha a mailszerveren, tegyük fel, csak az utolsó 365 napnak a levelei vannak meg, akkor lényegesen könnyebb az ő élete, és mondjuk egy visszajátás is sokkal könnyebb, mint hogyha sok év, sok giga vagy terabátnyi leveleit kell így kezelnie. Miért jó még mindig egy e-mail archiváló alkalmazás? Azért, mert a rendelkezésre álló storage területet sokkal hatékonyabban tudja kihasználni, mint bármelyik mailszerver. Ez pedig úgy teszi, hogy a leveleket először is tömöríti, egy átlagos mailszerver nem tömöríti a leveleket, illetve deduplikációt is alkalmaz, meg fogjuk nézni, hogy hogyan. A jellemzően elterjedt mailszerverek nem alkalmaznak deduplikációt sem. És egy apró gond szokott lenni, ami két oldalról feszíti az IT csapatot, meg a rendszergazdákat, hogy egyrészt a szűkös terület, meg az erőforrások miatt sok cégnél bevett gyakorlat az, hogy kvótázzák a felhasználók mailboxait. Én hallottam olyan számokat, hogy valahol 1 gigabájtos kvóta van a mailboxokon, valahol 2, mert valószínűleg a szerencsésebbek, és hallottam egy elképesztő számot, ami 186 megabájt egy kvóta egy mailboxra. Én kérdeztem, ez hogy jött ki ez a kerekszám? És hát mondták, hogy megnézték, hogy hány gigabájt van a mailszerveren, hány dolgozó van, elosztották, és így jött ki 186 megabájt. Hát igen, ilyen is van. Másik oldalról viszont, ugye a dolgozóknak a hosszú évek alatt azért több gigabájt van, szerintek is már összegyűlt, és ez áll valahogy szembe ezzel a valamilyen szűkös kvótával, de mondom, egy e-mail archiváló megoldás, ez hatékonyan tudja ezt megoldani, ezt a problémát. Az interneten egy blogban találtam még egy indokot, hogy jó, a cégnél a mailszervert valahogy érdemes menteni vagy archiválni, de mi van mondjuk a felhőben lévő szolgáltatásokkal? Ugye a Google-nak nagyon jó rendelkezésre állása, vagy az Office 365 szintén, és az illető ezt a három okot mondta a blogjában, hogy mi van, hogyha mondjuk a Gmail-es accountunkból kitörünk mondjuk egy fontos levelet. Ugye a 30 napig biztos megőrzi a trash folderben, de utána elvész. És hát ismeri mindenki Murphy törvényét, úgyis csak 30 nap után fog kiderülni, hogy mégiscsak telefon az a levél. Viszont ha archiválva vannak ezek a mailboxok is, akkor nincsen probléma. Nagyon jó a rendelkezésre állása is ezeknek a felhős szolgáltatásoknak, de volt erre is már példa, hogy mondjuk a Gmail is valamennyi időre mondjuk elérhetetlenné vált, és hát Murphy megint él és virul, nyilván amikor legjobban kellene, akkor lesz elérhetetlen, tapasztalat szerint. Illetve ez az illető a blogjában még egy indokot megnevezett, hogy miért érdemes archiválni a leveleket. Mi volt, ha valakinek feltörik a accountját, gondoltok mondjuk Szala Palinnak a Yahoo-s mailboxára egy pár évvel ezelőtt, amikor volt az előző amerikai választási ciklus. Neki is jó, hogyha vannak archiválva a levelei. Még mielőtt rátérnénk egy konkrét megvalósításra, még annyit szeretnék hozzáfűzni az e-mail archiváláshoz, így a vége felé, hogy nem feltétlenül triviális a leveletnek az archiválása. Ugye, ha mail formátumban tárolják a leveleket, akkor az egy levél, egy fájl megoldást használ, és van mondjuk 10 millió levél, akkor az azt jelenti, hogy van 10 millió fájlunk is, változó méretben, néhány kilobájtól, enszer 10 megabájtig terjednek ezek a méretek. Ugye, hogy fogunk neki, hogy archiváljuk, vagy mentsük ezeket a leveleket? Hát gondolnék mondjuk a TAR-ra egy első körben, de amire a TAR végez mondjuk 10 millió fájllal, egy pár terabájttal esetleg, idő. Legyen mondjuk az e-sync, ugye az csak a módosításokat viszi át, hát ez is azért megdolgozik vele, nem mondom, hogy lehetetlen, de azért izzadni fog alatta, meg hát egyéb megoldások is lehetnek, de bármilyet is használunk, nem egyszerű feladat menteni ezeket a leveleket. Ugye az alapvető probléma az, hogy akár teljes mentésre készülünk, akár egy inkrementális mentésre, a probléma az, hogy nagyot kell markoljunk. Ugye sok mailbox, sok levél. Ez csak néhány tájékoztató szám. Nekem egy pár év alatt összegyűjt majdnem 8 gigabájtnyi levél, több mint fél millió levéllel, és ott megszorozzátok mondjuk 100 dolgozóval, akkor ez 100-szor ennyi, vagy akár még több is lehet. Főleg mondjuk egy menedzserről van szó, akik még többet leveleznek. Aztán mentjük a leveleket, ez szép-szép, de mi van akkor, hogyha két mentés között bekövetkezik egy, mondjuk egy súlyos hardware hiba,
akkor probléma lehet abból a szempontból, hogy a legutolsó mentés és a hardware hiba között átvett levelek, úgy ott vannak már a mailszerveren. De ha a mailszerver valamiért elhalálozik, akkor azok a levelek is mennek velük, hiába mentésünk, a utolsó, mondjuk a napi mentésről van szó, akkor mondjuk az utolsó 7-8-10 akárhány órát elbuktuk. Viszont ha van egy e-mail archiváló megoldásunk, ami úgy működik, hogy minden beérkező levélről azonnal eltalál egy másolatot, akkor mégiscsak megvan az összes levelünk. Most már tényleg rátérünk arra, mi az e-mail archiválás, előtte még arról, hogy mi nem az e-mail archiválás. Nem e-mail archiválás az, hogyha rendszeres mentést készítettek a mailszerverről, ami teljesen jó, de ez mégsem e-mail archiválás. Az archiválás sokkal több, de picit más is. Nem archiválás az, hogyha a felhasználók a gépükön PHP-fájlokat kezdenek el gyártogatni, akkor se az, hogyha ugye ezt a hálózatot teszik, amit úgy is mentünk, ez sem igazán archiválás, és ha a levelekről mondjuk ezt snapshotot készítünk a mailszerveren, ez se igazán e-mail archiválás még. Akkor hát mi az e-mail archiválás? Ezt a definíciót a Osterman Research egy dokumentum alapján próbáltam összefabrikálni. Szóval az az e-mail archiválás, amikor a vállalati policy, illetve az esetleges vonatkozó jogszabályok alapján meghatározott leveleket meghatározott ideig megőrzünk. Röviden körülbelül erről van szó. Itt egy pár mondatban összefoglaltam, hogy a Piler, ami egy nyílforrású megoldás, e-mail archiváló, körülbelül miket tud. Itt a lényeg az, hogy egy központi, centralizált, biztonságos archívumot nyújt a vállalat számára. De hogyan működik ez a dolog? Adott egy cég, adott egy mailszerver, ez most teljesen mindegy, most Postfix, vagy Exim, vagy Exchange, vagy mindegy, amit szerettek, és mellette van a hálózaton tipikus felhasználás során az archiváló gép. Ez a Piler, ez az archiváló szoftvernek a neve, ez egy SMTP démon, és SMTP protokollon fogadja a leveleket. Tartozik még hozzá egy webes GUI, amit a felhasználók HTTP böngészővel el tudnak érni, és a Piler program a leveleket, amelyeket kap SMTP-n, azokat MySQL adatbázisba, illetve a indexeket pedig a Sphinx adatbázisba írja, a GUI pedig ebből olvassa ki, és prezentálja a felhasználók felé. Tehát körülbelül két mondatban így működik a dolog, menjünk egy picit részletesebben is. De mi van akkor, hogyha a mailszerver és az archiválógép nem egy hálózaton vannak? Mi van akkor, hogyha mondjuk az adott cég telephelyén van a mailszerver, és mondjuk a archívumot mondjuk a felhőbe teszik, vagy fordítva? Ha mondjuk egy cég mondjuk a Google Apps-ot használja levelezésre, mi van akkor, hogyha mondjuk az archívum a cégnek a telephelyén van? Vagy mi van akkor, hogyha a levelező szerver egyik felhőben, az archívum másik felhőben? Akár ez is egyfajta lehetőség. Ugye ilyenkor köztük van az internet, és hát valahogy meg kéne óvni az adatokat, a leveleket, egyrészt a lehallgatástól, másrészt pedig a módosítástól, és hát erre a titkosítás kiváló, például az SSL. Erre jó ez a start téles támogatás a Pilerben, ez egy SMTP kiterjesztés, illetve nem csak tűzfallal, akár szoftveres tűzfallal, IPTBus, PF, stb., vagy egy elétett hardveres tűzfallal lehet korlátozni a bejövő kapcsolatokat, hanem például a TCP wrapper-zel is, és akkor a hostello hostdenial fájlokkal azzal is lehet szabályozni, hogy ki tudjon levelet küldeni az archiválógépnek. A levelek forrása alapvetően az SMTP, ideértve a felhős szolgáltatásokat is, ez lehet a Google Apps, vagy az Office 365, vagy ki tudja még milyenek vannak. De ha úgy döntöttök, hogy nektek is kell egy e-mail archiváló megoldás, mert biztos van a cégnél egy tonna levél, amit valahogy jó lenne beimportálni, erre is van lehetőség, támogatja az importáló program az mBox formátumot, ami egy fájban jó sok levél, támogatja a MailDir formátumot, ami egy fáj, egy levél, egy könyvtár szerkezetben elosztva, de le tudja szedni a leveleket POP3 vagy IMAP protokoll segítségével is a mailszerverről, illetve ha Exchange-et használtok, akkor még a PST-t is megeszi egy LibPST program segítségével. Mit csinál ez a program egy levéllel? Kap egy levelet a program, nézzük, amikor Alice küld Bobnak egy megrendelést, legyen benne valami blabla az elején, és van benne két melléklet, egy PDF megrendelés, és van benne egy GIF logó, emberek imádják a logókat háttérképként, ezt nem is értem ezt a őrületet, de ez van. Mit csinál ez a program? Feldarabolja a levelet, megtartja a vázát, különveszi, vagy kiveszi belőle az oxigént, a megrendelést, kiveszi belőle még a logót is, és ezeket így három darabban fogja majd tárolni. A levélnek a vázába pedig egy pointert fog beletenni, és azzal hivatkozik, aki egy mellékletre. Mire jó ez a szétdarabolás, ha végén úgyis majd össze kell rakni?
arra, hogy majd így tudjuk megoldani a deduplikációt, hogyha külön darabban tároljuk a különböző részeit a levélnek. Amikor a program kap egy levelet, akkor egy 18 bájtos véletlenszerű kódot, vagy azonosítót rendel hozzá. Ez két részből áll. Az első egy TAI 64 formátumú időbélyeg, a második része pedig egy pár darab random byte a véletlen szám generátorból, hogy tényleg egy egyedi azonosítót kapjunk, és ilyen néven tárolja el egy hashelt könyvtár szerkezetben ezeket a leveleket. Itt egy konkrét példa látható. Egy háromszintű hashelt könyvtár struktúra van, ez így azért egy jó pár millió könyvtárat megenged, hogy egy könyvtárban csak viszonylag kevés levél jusson, így szórja szét, és lehet látni, az előző levélben volt a levél váza és a két melléklet, az A1, mint attachment 1 és attachment 2, hát az M az meg M, mint váz. Ezeket a file darabokat tömörítés a program, hogy minél kevesebb helyet foglaljanak el a diszken. Ez pici leveleknél nem feltétlenül annyira nagy nyereség, hiszen úgyis blokkokban fogja majd a operációs rendszer tárolni ezeket, de nagyobb leveleknél ez érezhető nyereség lesz majd. Mit csinál még a program a levelekkel? Titkosítja is, telepítéskor meg kell adni egy blowfish kulcsot, és ezzel az algoritmussal kódolja a leveleket, és így helyezi le a diszkre. Miért ezenek az egésznek az értelme? Az az értelme, hogy így egy esetleges kíváncsiskodó, aki valamennyire mégiscsak hozzáfér a géphez, mégsem tud belepiszkálni ezekbe a levelekbe, vagy hát magát a fájt bánthatja, de nem anélkül, hogy ezt észre ne lehessen venni. Illetve hivatkoznék megint ezekre a előadás elején említett 3-4 betűs ajánlásokra vagy előírásokra. Mindegyik megköveteli azt, hogy a leveleket a szerveren titkosítva kell tárolni, tehát egy kényszer is az, hogy ezeket titkosítva tároljam. Ez egy Moritz kábra a deduplikációhoz, ugye itt a lényeg az, hogy van sok építő kockánk, és a végére kiszorunk minden fölösleges darabot, hogy a végén mindegyikből csak egy darab maradjon meg. Pontosan ezt csinálja a deduplikáció. Ez a pilernél két szinten működik, egyik a egész levélre vonatkoztatva, mégpedig úgy, hogy a message ID-t megnézi. Találkoztunk már ilyennel, vagy sem? Ha találkoztunk, akkor eldobja, mert ez egy duplikátum. Ugye tudjuk azt, hogy a message ID-nek egyedinek kell lenni. Nem lehet két levélnek ugyanaz a message ID-je. Tehát egy jogos az a eldobás logolás után természetesen. A második lépés, vagy szintjenek a deduplikációnak a melléklet deduplikáció, ez pedig úgy működik, hogy minden file-ról, minden letárolt vagy eltárolt file-ról készít egy-két digestet, SH256 digestet, és ezeket eltárolja minden levélnél. Amikor jön egy új levél, és van benne melléklet, akkor megnézi, hogy van-e már ilyen digest tárolva. Ha van, akkor az azt jelenti, hogy ez már a kedves dolgozónak a 382. logógife, amit már eltároltunk valamikor 5 évvel ezelőtt, de mindig küldi. Ilyenkor már nem tároljuk el többé újra, hanem azt eldobjuk azt a mellékletet, a logógifet, hanem csak egy hivatkozást tárolunk el rá, hogy igen, már megint a logógif benne van a levélben. Tehát a logógifet elég akkor csak egyszer eltárolni. Ha pedig nincs ilyen digest a meta adatok között, akkor tudjuk, hogy ez egy új dolog, amit tárolni kell, és így valósítja meg ez a program a deduplikációt, ha mindent lehetőség szerint csak egyszer tároljunk. Annyiban is különbözik az archiválás egy sima mentéstől, hogy míg a szalagok közötti mentésnél maximum úgy lehet keresni, hogy a címke alapján, hát ez mondjuk egy vicc ilyen szempontból, de egy e-mail archiváló megoldásnál egész komoly kereséseket lehet végezni, tárgyra, címzetre, a szövegtörzsben, a mellékletekben, szóval tényleg egész rugalmasan. És az egész a Sphinx Search segítségével van megoldva, ez egy nyílt forrású, indexelő, kereső, akármilyen eszköz, motor, nagyon jó, van hozzá egy SphinxQL nevű SQS-szerű felület, és gyakorlatilag SQL-tosításokat lehet neki mondani, és így lehet keresni benne. Kellemes tulajdonsága, hogy tud full-text search-ot végezni. Én gondoltam arra, hogy hozzak egy demo adatot, hogy ha van mondjuk valakinek mondjuk egy 5-10 gigabájtos mailbox-a, mondjuk PST-fájban, hogy abban mennyi időt lehet keresni mondjuk egy full-text search-ot, mondjuk egy komplexre gondolok most, illetve ebben, de én nem PST-ben használom, szóval ezt most nem tudom demonstrálni. Mit lehet még tenni ezzel a Sphinx-el? Képes arra, hogy szótövekre is figyeljen. Ugye magyar az egy érdekes nyelv abból a szempontból, hogy
a szavak végére különböző ragok, toldalékok, stb. Lehet így a jelentését módosítani, növelni, vagy kiterjeszteni. És mondom akkor, hogyha nem tudjuk pontosan, hogy a keresett szó mondjuk tárgyesetben van, vagy magáznak, vagy tegeznek, vagy valami benne, és akkor azt is meg lehet tenni, hogy az adott szónak mondjuk csak az elejét írjuk be, és a végére egy csillagot teszünk, és akkor minden olyan levelet meg fog keresni, amiben a szó eleje szerepel, meg akár még valami mögötte. Ez is kellemes tud lenni. Annyi korlátozás van nem a Sphinxben, hanem a programban, a Pilerben, hogy a levéltörzsnek csak az első 128 kilobájtját szokta indexelni, de egy átlagos levélnél ez elég szokott lenni általában, és főleg úgy, hogy ez már a sallangtól meg van szabadítva, az a HTML tegek, ezek már ki vannak szorva belőle. Ami hasznos lehet még itt a Sphinx keresés eredményeinél, hogy ezt keselni lehet. Ezt nem a Sphinx végzi maga, hanem ha teszünk a gépre még memcached-et, vagy bármilyen más keselő alkalmazást, akkor abban el lehet tárolni a keresés eredményeit, és egy gyorsabb lehet már a következő futás, vagy a lapozás például. Tavasz óta változott annyi, hogy a program most már indexeli a mellékleteket, és hogy a text melléklet az egyértelmű, de kezeli az ODF-nek szinte mindenfajta dokumentumát, ismeri a Microsoft X-es meg X nélküli dokumentumait is, illetve még az RTF formátumot is tudja dekódolni és indexelni. A felhasználók gyakorlatilag ezzel a felülettel találkoznak, ez azt mondanám, hogy a két és fél részből áll. Középen van egy ilyen választó vonal, fölötte vannak a keresés eredményei, legfelülre oda a search gomb elé lehet beklampírozni a keresési feltételt. Ez egy elég összetett, komplikált feltétel is lehet. Ha valaki nem szereti az ilyen kvázi parancsoros dolgokat, akkor ott a search-től balra van egy pici lefelébutató háromszög. Ha arra rákattintottam volna a screenshot előtt, akkor lejön egy ilyen felugró ablak, ahol be lehet írni külön a from, külön a to, külön a subject, a body, stb. Dolgokat. Kicsit jobban vezeti az ember kezét, de ugyanaz egyébként. A keresés eredményei lapozható formátumban, vagy formában jelennek meg. Lehet rendezni a keresés eredményét feladó, dátum, subject, méret, stb. Alapján. Ami érdekes még, ezek a jobb oldalt látható zöld alapon, zöld alapon ezek a pipák, ez azt jelzi, hogy a levél ellenőrizve lett. Mit jelent az, hogy ellenőrizve lett? Amikor a levet eltároljuk, volt arra már szó, hogy különböző digesteket tárolunk el, ellenőrző összegeket. Hogy biztosak lehessünk benne, hogy ezzel, amit most látunk, ugyanaz, mint amit eltároltunk, ezért amikor a levelet újra összeállítjuk a darabokból egy egészé, megint kiszámolunk rájuk különböző ellenőrző összegeket, és összevetjük a tárolt értékekkel. Ha egyezik, jó, ha nem egyezik, hát akkor valami gond van, akkor már lehet, hogy nem csak mi vagyunk a serifek a városban. Szóval lényeg, hogyha itt egy piros kereszt van, vagy X van, akkor az már nem ugyanaz a levél, mint ami beérkezett. Ez egy ilyen figyelmeztetés. Ha nem kell, ezt ki is lehet kapcsolni, akkor egy picit gyorsabb is lesz a megjelenítés. Minden találathoz, vagy minden keresés eredményéhez lehet címkéket fűzni, hogy ez mondjuk a, mit tudom én, X ügyfélhez tartozó összes levelezés, vagy amit a vezér küldött a, mit tudom én, témában, ez ahhoz tartozik, ez viszonylag kényelmes feature. A képernyő alján pedig, vagy képernyő másik alsó felében pedig meg lehet nézni az adott levélnek a tartalmát. Azért mondjuk, nem egy webmail, azért tegyük hozzá, de nem is az a célja ennek, hanem mégis lássuk, hogy ez a levél az, amit keresünk, vagy sem. Megmutatja a levélnek a tartalmát. Ez a demo felület, amit el is lehet érni bárki számára, ez egy-két levelező listának a leveleit tartalmazza, kernel.org, Ubuntu, buglista, meg talán még vagy 2-3. Ezek ilyen nyilvánosan hozzáférhető levelek. Mit tud tenni ezzel a felhasználó, ha már megvannak a keresett levelek? Egyrészt meg tudja nézni. Másrészt, ott fölül a D-től balra van az a kis kék alapon, nem tudom, minden nem is látszik mi ez. Ez egy letöltés ikon akar lenni. Ha arra rákattint a felhasználó, akkor egy zip fájlban le tudja tölteni a keresésnek az eredményét a gépére. Illetve itt az alsó feltájon, itt középtájon van olyan, hogy Restore Messages to Mailbox. A felhasználó arra is képes, hogy az adott levelet visszaküldje a saját mailboxába. Az persze bele van égetve a rendszerbe, hogy ezeket a leveleket már újra nem fogja archiválni, amit egyszer már archivált. Tehát ennyi IQ azért van benne. Ja, ez az egész most angol nyelven van, de a program beszél magyarul is. Csak ugye ezt mindenki használja az interneten ilyen demo célokra, ezért átállították angolra, gondolom ezt a felületet. De beszél magyarul. Tehát a dolgozók, akár Jucika nének is oda lehet adni, hogy nyugi, magyarul fog beszélni hozzád. Na, körülbelül ez a webfelület, illetve minden levélhez megjegyzést is lehet fűzni, amelyet szintén indexel a Sphinx, és ezekre utólag majd keresni is lehet.
A keresési feltételeket, ha egyszer jó hosszú sikerül begépelni, ne kelljen még egyszer ezt megegyezni, és még egyszer begépelni, el lehet menteni, ott a save gombbal, illetve be is lehet majd tölteni ezeket a keresési feltételeket, így egy kicsit gyorsabb lehet, hogyha még egyszer keressük ugyanazt. Jogosultságok. Az átlag felhasználó csak a saját leveleit látja, amit vagy ő küldött, vagy ő kapott, tehát az nem történhet meg, hogy mondjuk a portás bácsi mondjuk úgy szemezgette a vezérnek a levelei között, próbáltam ezt azért megakadályozni. Kezdetben még az adminisztrátorok brózolhatták az összes leveleket, de azt mondták, hogy ez nem feltétlenül jó ötlet, mert most a rendszergazdának miköze van, szintén mondjuk a vezérigazgató leveleihez, így a rendszergazdák nem böngészhetik most már a saját levelükön kívül senkiét, hanem ők tudják még adminisztrálni a gépet. És van egy harmadik fajta ról, vagy szerep, vagy akárminek is nevezzük, az auditor. Na ő az, aki hozzáférhet az összes levélhez, bárki is küldte, vagy kapta az adott cégnél. Ez alapból nem jön létre a telepítés során, ha kell ilyen felhasználó vagy szerep, akkor létre kell hozni, ha nem, akkor nem. Akkor mindenki csak a sajátját látja. De mi alapján dől el, hogy kinek mi a sajátja? Érdekes módon a legkényelmesebb ebből a szempontból az Exchange, amelyben van egy ilyen journaling feature, ami azt tudja, hogy a levélben, amit tovább passzol az archiváló gépnek, beleteszi a különböző envelope címzetteket, meg feladót, tehát amit a Mailfrom, meg RCPTT után megadnak a levelező szerverek. És ez alapján egyértelműen be lehet azonosítani, hogy ki az a levél, ki az az ember, aki kapta ezt a levelet, még akkor is, hogyha ő csak BCC-be volt benne. Ugye ez a fejlécben nincs benne ez az info, de, de az envelope címzete között benne van. A Postfix, a Kerio, és már csak tenni vettem észre, még az Exim is képes például arra, hogy a envelope címzeteket beletegye egy adott fejléc után a mail headerbe, és akkor ezt mégis tudjuk így kezelni. Minden más mail szervernél pedig a from to és a CC mezőre vagyunk kénytelen támaszkodni, hogy azt akarjuk megtudni, hogy ki ez a levél. Itt egyébként érdekesség, hogy Postfixnél például így kell megoldani. Itt annyi tipó van, hogy ez egy sorba akart volna lenni, csak a Google Docs-nak a PDF exportere az így valahogy összetrimbolta. Ez egy sor akar lenni igazából, és ez a backslash itt így nem kellene. Jó, és akkor az eredmény pedig az, hogy például egy X envelope 2 után belekerül a levélbe, a fejlécébe az envelope címzet, akármi is volt az. Nézzünk meg egy pár policy-t. Mik ezek a policy-k? A policy-k azok olyan szabályok, amelyek kell módosítani lehet a pipeline-nak a működését. Kétfajta ilyen policy van. Egyik az archiválási policy, ami azt jelenti, hogy mit ne archiváljon a SMTP szerver. Hasznos lehet például, hogyha mondjuk ki akarjuk mondjuk szűrni a spameket az archívumból. Ugye a spameket azért minek archiváljuk, az csak a drága helyet foglalja. Vagy azt is be lehet állítani, hogy ne archiváljuk mondjuk a dolgozóknak a vicces leveleit a hétvégéről, hogy megosztják egymással mondjuk e-mailben mondjuk a 10-20 megabájtos otthoni videókat a hétvégéről, ennek sincsen feltétlen helye az archívumban, a céges archívumban. Vagy kidobhatjuk az archívumban azokat a leveleket, amelyek a mérete mondjuk kisebb, mondjuk, most csak hasonlítok mondjuk, 1024 byte. Ugye van rengeteg olyan spam, amely csak egy ilyen probe, csak egy ilyen tesztelés, amiben még subject sincsen, body az végképp nincs ebben, és nagyon rövid. Ezeknek sincs értelme, hogy a archívumban legyenek, persze ezeket a szabályokat azért okosan kell belülni. Vagy még egy példa, hogy mondjuk azokat a leveleket nem archiváljuk, amelyeknek nincsen subjectje. Egy cégnél azért jó, hogyha beleteszik, hogy mégis miről szól ez a levél. Másik policy, az a retention policy, ez a megtartási szabály, ez azt határozza meg, hogy az adott e-mailt meddig kell tárolni. Ugye a különböző ajánlások, amelyek főleg a pénzügyi szervezetek számára vannak megfogalmazva, előírják, hogy például egy pénzügyi cégnek, mondjuk egy broker cégnek például, kötelező megtartani a leveleket mondjuk 7 évig. De például lehet mondjuk olyan kevéssé fontos levél a cégnek, amit mondjuk csak mondjuk egy hónapig érdemes megtartani, aztán már elveszi az értelmét vagy a értékét. Azt is be lehet állítani akkor ezekre a levelekre, hogy azokat csak egy hónapig tartsa meg az archívum, aztán pedig dobja ki, kukázza ki. Ezeket a szabályokat a Tray Regex mintákkal lehet megoldani. Ez egy library, ez a Tray. És a From to Subject és egyéb mezőkre lehet kényelmes reguláris kifejezéseket illeszteni, és így, amikor indul a program, betölti memóriába ezeket a szabályokat, és jön egy levél, akkor mindegyiket szépen végigfuttatja, ami nem találja egyezést, és ha van, akkor pedig
beállít hozzá egy, mondjuk az a TTL-t, hogy meddig kell ezeket megőrizni. Ha pedig már vannak ilyen előregedett leveleink, amelyeket lehet kukázni, akkor erre van egy utility, ez a Pioneer Purge. Ha ezt lefuttatjuk, akkor ezeket az előregedett leveleket kitörli az adatbázisból, kitörli a diskről, ezeket a tárolt leveleket. Persze a metaadatok között megmarad, csak kap egy ilyen státuszt, hogy törölt, és már többé nem jelenik meg, és még a Sphinx indexei közül is kikukázódik. Hozzátenném azt azonban, hogy ez nem egy kényszer, ez nem egy kötelesség, hogy kötelező kitörölni ezeket az öreg leveleket, ez csak egy opció, ha úgy akarjuk. Tehát ez nem egy kényszerítő erejű valami. Láttuk azt, hogy az archiválás egy picit más, mint a mentés, de mi van akkor, hogyha az archívumon is valamilyen fajta mentést akarunk csinálni? Ezt exportálásra lehet megoldani, ami azt tudja, hogy a megadott feltételre illeszkedő leveleket egy adott könyvtárba bele ömleszti, és akkor lehet azt tarolni, vagy DD-zni, vagy snapshotolni, vagy ki mit szeret. De persze ez is csak egy opcionális lehetőség, hogy a leveleket az archívumból egy másodlagos storage-ra is elküldjük. Simán járható egy olyan megoldás, egy olyan verzió, hogy mondjuk minden előző napnak az összes levelét mondjuk egy tarfájba kiírjuk valahova például, és ezt egy egyszerű parancsal nagyon könnyen meg lehet tenni, és így akkor a archiváló gépről is van egy mentésünk, ami akár hasznos lehet, hogyha az a gép is elhalálozni támadna kedve. Felhasználó kezelés, ami egy fontos téma még, hogy lehet a felhasználókat felvenni ennek a rendszernek az adatbázisába, ugye a legegyszerűbb, hogyha kézzel pöpötyögjük ott egy weboldalon, hát ez elmondom nektek, ez 5 felhasználó után már nem vicces. Nem kell sokat gépelni, de ez nem egy kellemes feladat a IT adminisztrátoroknak. De szerencsére a megoldás támogat egyéb módszereket is, mint például a LDAP-ból való szinkronizációt, ismeri és támogatja nem csak az OpenLDAP-ot, hanem ismeri az Active Directory-t is, és egy egyszerű script az le tudja húzni a user adatokat a Pioneer-nek az adatbázisába. Mi van akkor, ha a cég mondjuk a Google Apps-ban levelezik, hát ott nem feltétlenül van OpenLDAP vagy Active Directory, akkor mit tudunk csinálni? A Google támogatja ezt az okos OAuth protokollt, vagy akárminek is nevezzük ezt, ezt is támogatja ez a program, és ilyenkor úgy működik az autentikáció, hogy a felhasználó egy linkkel elmegy a Google-höz, és ott adja meg a jelszavát és a login nevét, tehát a Pioneer nem is tudja, hogy ő neki mi a jelszava, nem is kell, hogy tudja, majd amikor ez sikeres volt, akkor visszatér, és akkor beimportálja ennek a felhasználónak az e-mail címét, login nevét, stb. Jelszavát nyilván nem, mert ahhoz neki semmi köze. Illetve Windowsos hálózaton nagyon kényelmes megoldás, hogyha a felhasználóknak be se kell jelentkezniük, hanem ezzel a single sign-on csodával meg lehet oldani a bejelentkezést, bejelentkezés nélkül. Van itt is bejelentkezés, csak úgy, hogy nem a felhasználó pötyögi be a login nevét, jelszavát, hanem a háttérben a böngésző, a Pioneer, illetve az Active Directory elintézik a háttérben ezt az autentikációt, ha a user bejelentkezett a doménbe, akkor ez automatikusan meg tud történni. Nagyon kényelmes funkció. Hardware méretezésről egy pár szó. Nézzük először a memóriát, hogy mégis mennyi memória igénye lett ennek a dolognak. Mi az, ami zabálja a memóriát? Hát van benne egy SQL szerver, az aztán szeríti a memóriát, annak érdemes azért sokat adni. A Sphinx indexelő program, annak két komponense is van. Egyik az indexer, ami a Chrome-ból fut, mondjuk negyed óránként. Annak is kell valamennyi memória, hogy ezt el tudja végezni a feladatát. Illetve a SearchD az, ami démonként fut, és afelé lehet intézni a különböző kereséseket. Ha nagyobb installációról van szó, akkor érdemes valamilyen keselési megoldást is használni. Például Memcached, ezt támogatja ez a megoldás, és akkor a keresés eredményeit cache-be teszi, és lapozáskor ez nagyon fel tudja gyorsítani az eredményt, ezt majd a workshopon meg is tudjuk nézni. Illetve magukat a PHP szkriptekhez, ez egy tipikus LAMP alkalmazás, ez a webes része, tehát a PHP szkriptekből is lehet ilyen lefordított objektumokat cache-be tenni, például az Xcache segítségével. Lényeg a lényeg, hogy jó, hogyha azért pár gigabyte memóriát azért allokálunk erre a feladatra. Vajon mennyi diszk kellhet ennek a gépnek? Hát sok, azért sok, főleg a nagyobb cég esetén, de azért nem kell 300 vagy 30 ezer terabájt, bárki tudja, nagy cégnél lehet, hogy annyi is elkelhet. Én 1 terabájt alatt nem igazán kezdenék hozzá, idővel úgy is fog annyi kelleni. Itt ami fontos lehet, hogy még az IO-ja azért jó legyen ennek a disznek, főleg, hogyha sok felhasználó fogja majd ezt használni. Mindenféleképpen javaslom, hogy LVM-et használjunk ilyen feladatra. Később úgy is kell majd bővíteni,
akkor pedig kiváló, hogyha eleve LVM-et telepítettünk. Ugye RAID, hát valamilyen adatvédelem egyszerűen kell. Ennélkül elsődleges kezdeni egy archiváló gépet. Láttam egy olyan kereskedelmi megoldást, amelynek igaz a legkisebb modellje, egy valamilyen ilyen célhardware, van benne egy darab diszk. Ezt nem is értettem, hogy ezt és akkor hogy. Az bármikor elhalálozhat, és az az archívum, na mindegy, ez inkább ilyen no comment. Szóval a lényeg az, hogy ha lehet, akkor ne kikukázott vasból csináljunk egy ilyen gépet, mert amint a felhasználók elkezdenek rá érezni az ízére, egyre inkább fogják használni ezt a szolgáltatást, és hogyha akkor egy ilyen gagyi levetett hulladékból állítottak össze egy ilyet, akkor az azért nem feltétlenül lesz egy kellemes felhasználói élmény a felhasználóknak. Szóval hiába ez csak egy archívum, hiába ez egy másolat a levelekről, de mégis érdemes egy normális vasat alátenni. Nem én készítettem ezt a rajzot, de valakinek úgy látszik, eszébe jutott az, hogy érdemes archiválni. Ha kipróbáljátok, a felhasználók imádni fognak benneteket, a főnökötök imádni fog titeket. Mostanában vezetés alatt egy cégnél egy ilyen 10-20 fős csoportnak egy ilyen pilotjaként, és a userek, de jó, meg ilyesmi reakciókat kaptam eddig tőlük. Szóval ki lehet próbálni, mit tud ez a dolog, van egy online elérhető dolog, ezt akár bármikor el lehet érni, van hozzá login név, jelszó, mindenfajta rólba ki lehet próbálni. Ha valaki nem szeret sokat telepíteni kipróbálás előtt, van egy virtuális gép, ahol minden installálva van, csak IP címet, hálózatot, hostnevet beállítotok, és már kulcsra készen futszalad az egész. Ki lehet próbálni. Végül zárószóként köszönet nyilvánításként szeretnék köszönetet mondani az FSF alapítványnak, amelyet egy éve a Szabasztófe pályázat keretén belül támogatásra érdemesnek tartották ezt az egész projektet, illetve a felhasználói felület az kezdetben, még olyan télen, előző télen, hát sokkal fapadosabb volt, sokkal inkább ilyen tákolt, hákolt megoldás volt, de Németh Ádám a felhasználói felületben sok-sok tanácsot adott, és hát neki köszönhető, hogy már élhetőbb, emberibb ez a felhasználói felület. És ha vannak kérdések, akkor megpróbálok rájuk válaszolni. Hát a jövő az no fate, mint ahogy a Terminátor 2-ben volt. A fejlesztés az a bitbucketen folyik, és én magam nem nagyon szoktam szeretni, én magam megmondani, hogy majd mi fog kelleni a felhasználóknak, de szerencsére a felhasználók jönnek igényekkel, hogy na de még ez is kéne bele, az is kéne bele, és akkor ez jó ötlet, akkor tegyük bele. A fejlesztéseknek, a feature-öknek mondjuk a 70%-a így jött létre. Okosabbak voltak a felhasználók ilyen szempontból, mint én, de hát mondják még inkább ők, hogy nekik mi kell. Ezt a másodszerre verem be. Szóval mondják még inkább a felhasználók, hogy nekik mi kell. Én nyitott vagyok a kérésekre, kérdésekre. Ha egy értelmes dolognak tűnik a felvetés, akkor megpróbálom belepatkolni. Úgy ennyit mondanék a jövőről. Erre gondoltál-e, vagy valami más? Ilyen, hogy kötelező frissítés így az open source világban, én nem tudom, hogy van-e, ezt így le kellett így jelenteni. Szerintem nincs olyan kötelező frissítés, ha minden működik úgy, hogy neked az jó, és nincs ebben vagy biztonsági probléma, szóval ilyesmi jellegű dolog, akkor szerintem nem nincs olyan kötelező frissítés. Volt így menet közben egy-két inkompatibilis dolog, mondjuk a Sphinxnek a struktúrája egy picit megváltozott, de ez nem annyira tragédia, mert van benne egy ilyen újraindexelő dolog. És hogyha megváltozik ez a Sphinxnek mondjuk a belső adatszerkezete, akkor ezzel a kis utility-vel az egészet újra lehet húzni. Illetve arra is lehetőség van, hogy ezzel a kiexportáló programmal, hogy az egész összes levelet, tényleg az összeset kitegyük egy másik storage-ra, és akkor az egészet akár újra lehet húzni. Tehát olyan, hogy a leveleket elvesznek a gyalú miatt, ilyen nincs. Illetve amennyire lehet, próbálom az upgrade-eket fájdalommentessé tenni, még eddig sikerült ezeket megoldani. Illetve nekem is a saját levelem is ilyenben vannak, tehát nekem is érdekem, hogy olyan legyen a következő verzió, hogy működjön még a addigi levelekkel. Próbálom ezt azért úgy komolyan venni ezt a dolgot. Ez a Logical Volume Management. Ez a Unix-okban benne lévő feature, hogy egy adott könyvpartíciót dinamikusan lehet növelni a méretét. Némiknek csökkenteni is, de itt inkább növelésről van szó. LVM. Tessék! Nagyon szép munka, köszönjük, hogy megcsináltad.
küldött úgy levelet, hogy digitálisan aláírom, sőt, titkosítom is. Hiszen olyan bizalmas információkat küldök a másik rendszergazdának, amit nem szeretném mutatni. Világos. Hogy van erre jövő, hogy ezt itt valamilyen módon tudjuk kezelni. Nyilván a privát kulcson kell hozzá. Ezek a... Gondolkoztam rajta, itt végül is két lehetőség van, vagy úgy tárolom, ahogyan kapom, titkosítva, és akkor nem tudom nyilván indexelni, hiszen nem tudom felbontani azt a levelet, vagy a másik lehetőség, hogy akkor minden érintettnek kell akkor a privát kulcsa, hogy tudjam ezeket visszafejteni, indexelni, igen. Hát mást igazából nem nagyon látok, ez olyan, mint hogy maradjon is meg érezzem is jól magam. Itt a kettő között nem látok köztes utat. Egyelőre most úgy oldjam ezt a dolgot meg, ezt a dilemmát, hogy ahogy jött a levél, én nem tudom, nem kell a titkosító kulcs, úgy tárolom, ezeket akkor nem tudja indexelni. Ezeket csak tárolni tudja, megkapja majd újra, ha kell az eredeti feladó vagy a címzet, de ezeket szerintem inkább jobb is, hogy kimaradnak így a indexelésből. Ez egy ilyen két szélsőleges dolog van. Vagy indexelem, de akkor kell a titkosító kulcs, vagy nem, és akkor egy fekete doboz számomra az a levél. De azért a levél maga teljesen, ahogy volt, úgy igen. Tessék, bocsánat. Kérdezem meg, hogy aktív direktőn kívülnek Szambából, vagy IMAP-ból való autentikálás? IMAP-ból még nem, de viszonylag könnyen belepatkolhatott ez a dolog. Szambából, a Szamba azt tud valami eldap felületet biztosítani szerintem. Ha tud... Eldappal van mondjuk egy Szamba fölre, tehát hogy mondjuk egy olyat meg lehetne vele csinálni, hogy eldobja oda a user nevet, jelszóval, és akkor visszakapja, hogy jó vagy nem, mint egy ilyen fajta. A Szamba azt tud... A Szambával lehet csinálni single sign-ont? Mert ha igen, akkor megoldott a kérdés. Tessék. A duplikációt kérdezni, nem tetted, hogy kiszűrj a duplikációkat. Felhasználók szeretnek úgy levelezgetni, hogy már korábban kapott levelet, az úgy, ahogy van benne, hogy le. Aztán ugyan lefogyatok egy egész hosszú levelezés, és az utolsó, hogy gyakorlatilag az összes benne van, és általában az új infáció csak egy oké. Két sor. Igen. Tehát ezekkel esetleg foglalkozik el. Nem, ezzel nem, hanem... Ebben a tekintetben csak a mellékleteknek a deduplikáció megoldott. Lehetne ezzel trükközni, hogy a levelet mondjuk egy fix méretű, a levéltörzsét fix méretű blokkokra felbontani, és azokat is deduplikálni, de ez már lehet, hogy elég jelentős teljesítmény pluszt igényelne. Jelenleg nem. Jelenleg nem. Tessék. Nem, nincs ilyen. Ez egy nyílforrású termék, ebben nincs olyan beégetett limit, hogy ha nem fizettek nekem, akkor csak a butább verziót kapjátok meg. Nem, ez mindenfajta humor nélkül mondom, most nincs ebben semmilyen korlát. Amit a gépet bír, azt ki lehet belőle hozni. Ha egy felhasználók van több százezer levele, ez szerintem teljesen normális, az éveket simán összegyűlhet ennyi. Kéne, hogy tudja kezelni. Ha elég erős alatta a vas, akkor nem hiszem, hogy ilyen gond lehet. Igen? Így van, így van. Így van. Igen. Igen, de pont az a... De ebbe pont az a poén, hogy a mail szerveren ott ne legyenek rajta feltétlen ez a sok évnyi millió számra ez a rengeteg levél, hanem ott csak tényleg a legutolsó, mit tudom én, X időnyi levelek legyenek rajta, és akkor az archívumban lehet az a rengeteg levél, ahol viszont már a megtartási policyval lehet szabályozni, hogy oké, de ha tényleg ez nem hordoz a cég számára igazi értéket, akkor mondjuk egy hónap, egy év, akármennyi idő után ki lehessen törölni azt a levelet. Így van. Nem
Gondolkoztam rajta, hogy egyszer gondolkozni kéne ezen. Még nem annyira. Há, környezetben érdemes akkor alá tenni valamilyen sant hálózatra tenni a storage-ot. És ha ez így van, akkor tulajdonképpen, hogy az adott gépen, mondjuk mi mondjuk a ETC könyvtár tartalma, az végül is mindegy. Tehát akkor simán lehet azt megoldani, hogy az adott felhasználói adatokat, az végül is egy könyvtár alatt tartja, a VAR, Pilot alatt van minden adat, ami neki kell. Még ami érdekes, még az SQL adatbázis, de azt is lehet tenni a VAR alá mindenhova, és akkor csak annyi kell megoldani, hogy ez a gép a per VAR partíciót akkor egy SAN storage-ról szedje fel. És hogyha meghal az a gép, akkor egyszerűen csak a operációs rendszer kell újrahúzni, minden megvan a per VAR alatt, és akkor az élet megy tovább, ahol abba hagytuk. Addig pedig a mail server, addig őrzi a leveleket a queue-jában, és akkor visszajön a gépünk már egy másik gép képében, akkor megkapja az addig ott felgyűjt leveleket. Tehát valamennyire megoldható ez a dolog, de önmagában az a megoldás, hogy most kettő fusson egymás mellett, és akkor figyelik egymást, hogy melyik hal, melyik nem, ilyen feature nincsen még benne. Hogy kell-e bele ilyen, még ezen gondolkozom. De akkor szerinted érdemes lenne egy ilyesmit, ezek szerint. Még gondolkozok rajta akkor. Ha például, ma már igencsak divat a virtualizáció, ha mondjuk ez a mentőgépe virtualizáció, ami egy SAN storage hálózatról szedi a VAR partíciót, akkor mégis egy virtuális gépet klónozni, az végülis akár képezbe is beleférhet. Tehát akkor ez már egy viszonylag értelmes megoldás lehet az, hogy jó, az alatt a pár perc alatt, amíg azt a gépet újra klónozom, addig hagyj jönnek a levelek a mérszerveren, és akkor 5 perc kiesés a archiválásban. Akár még egy enterprise környezetben is, még ennyi azért bele kéne, hogy férjön. Beleférhet. Igen? Igen. C-ben, maga a démon, az SMTP démon a C-ben van megírva, a webes felülete az egy LAMP alkalmazás, tipikusan a Linux, Apache, bármilyen webszerver, PHP 5.3, 5.4, legújabbakat érdemes feltenni, és a PHP-ben megírt MVC alapú saját fejlesztés, igen. Igen? Jelenleg megkötés még a MySQL. Én úgy gondoltam még a fejlesztés elején, hogy ez úgyis egy dedikált vasonfutó rendszer általában, és hogy ez egy appliance jelleggel, és hogy ezt érdemes tényleg rá kihegyezni, rá optimalizálni valamilyen megoldásra. Nem lenne lehetetlen dolog egyébként a Postgres sem, de ez egy prózai oka a MySQL-nek, hogy én azt jobban ismerem, viszonylag megbarátkoztam vele, ez az oka. De ha tömeges igény lesz a Postgres-re, akkor meghajlok a felhasználó kérés előtt.